A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Kezdőkörben, sportos kibeszélő műsorunkban itt a Fehérvár Média Centrumban. Nem hinnék el a kedves nézők, hogy milyen sportról beszélgettünk itt közvetlenül az adás szignál előtt, de végül is mivel itt Fehérváron még nincsen Starbucks, és Horog Laci még nem csak össze Mátai Balázssal a vasárnapi főműsor időben, ezért ezt a témát rövidre zárjuk. Mátai Gzselákkal csak össze. Igen. Pedig hát egy megnéznék néhány közéleti szereplőt vagy hírességet itt szükke pátriánkból is, ahogy püfölik egymást a ringben, főleg komoly felkészülés után. De hát az nem az a sport műsor, amiről most beszélgetni fogunk, annál is inkább, mert a stúdióban jelenlévő négy szereplő közül hárman ott voltunk szombaton, vasárnap volt ugye a Puskás Arénában, ez az igen emlékezetesre sikerült Magyarország, Montenegró, Európa-bajnoki selejtező mérkőzés, amely megkoronázta és befejezte a magyar válogatott veretlenül vívott Európa-bajnoki selejtező szereplését. Nem hiszem, hogy sokan voltak, akár a kedves nézők, akár a szakmabéliek közül, akik azt tippelték volna, hogy még ebben azért első ránézésre sem olyan félelmetes csoportban a magyar válogatott vereség nélkül fog zárni, és a csoport első helyén végez, de úgy tűnik, hogy a rossz evolúció, ami az egész csapatra jellemző, ez tovább folytatódik, és most már tényleg az a kérdés, hogy határ-e a csillagoség, vagy mire kell még számítanunk. Minden esetre erről fogunk nyilván sokat beszélgetni mai adásban Beke Zsomborral, a Fejér megyei Hírlap és a FEOL újságírójával, aki szintén ott volt a stadionban, Farkas Szilárddal, aki nem volt ott a stadionban, de nézte a mérkőzést, ő a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, és hát Horog Lászlóval, aki mindenhol ott van, úgyhogy természetesen a stadionban is ott volt. Kivételesen nem Pakson járt, amikor éppen a... Nem volt meccs. Igen, a budapesti stadionban zajlott a mérkőzés. Szóval kezdjük azzal, ugye nyilván fehérvári vonatkozást is lehet találni, hiszen Kalmár Zsolt személyében cserekén pályára lépett egy játékos, és a második félidőben, amikor már ő is pályán volt, azért más volt a meccs, de nem állítanám, hogy kizárólag vagy Kalmár miatt. Ezzel együtt, hogyha most beszélünk majd nyilván erről a meccsről és Szoboszlairól, másik fehérvári vonatkozás. Hogyha a sorozat előtt azt mondja valaki nektek, hogy a magyar válogatott reálisan csoport első helyért mehet ebben a csoportban, az talán még azt mondom, hogy elfogadtuk volna, hiszen akár a bolgárok, akár a litvánok játékerejét nézve, Montenegrót is nem lebecsülve, az, hogy az előző évek alapján, a Nemzetek Ligája szereplés alapján a magyar válogatott mondjuk Szerbiával harcban legyen a csoport elsőségért, ez azért elképzelhető volt. De az, hogy veretlenül zárjunk egy ilyen elbéselejtező csoportot, ez talán azért túlszárnyalja a várakozásokat, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én egy picit féltettem a válogatottat a csoportkör előtt, mert pont nekünk mindig kicsit az erősebb ellenfelek ellen ment jobban. Amikor nekünk kellett dominálni, irányítani a játékot, az mindig valahogy kevésbé ment, és én ezért féltem, hogy látszólag nem tűnt nehéz csoportnak ez a csoport, de hogy mégis azért ott egy Szerbia, ott egy Montenegro, akik kellemetlenek, litvánok, bolgárok, és egy-egy mérkőzésen, mint láttuk is, azért kőkemény dió, és ezért szerintem nagyon nagy szó, hogy egy ilyen küzdős csoportból is tényleg veretlenül, vereség nélkül sikerült továbbjutni a csoport elsőként a válogatottnak. Szerintem most már azt látni kell, hogy a magyar válogatott a felső középosztály csapataihoz tartozik, nem csak papíron, hanem eredményekben nem is, a korabban is. Nem gazdaságilag, hanem az erejét tekintve, ezt jól mondod. Én úgy voltam vele, hogy ez a csoport az, amit papíron meg lehet nyerni, nem számítottam rá, hogy veretlenül arra lehetett számítani, hogy a csoport elsőként a legnagyobb harca, hogy meg is mutatta itt a végén Szerbiával zajlott, de sikerrel vettük ezeket az akadályokat, hogy utólag már nem kell megmagyarázni, ugye mindig ezt mondják a győzelmeket, de az előző évek tapasztalatai, az utóbbi mérkőzések, és tényleg az, hogy veretlen maradt a magyar csapat ebben az évben,
az azt mutatta, hogy tényleg megfoghatjuk itt az első helyet, és szerintem ez már papírforma, hogy egy ilyen csoportban nekünk kell lenni az elsőnek. Tényleg papírforma? Most hirtelen nem tudom, majd megmondjátok, hogy az első kalapból húztak-e minket, ugye a Nemzetek Ligája szereplés az előző szezonban azért nagyon sokat dobott a magyar válogatott megítélésén, meg a hivatalos ranglistákon is, úgyhogy az, hogy Szerbiát kaptuk azok közül az európai válogatottak közül, amelyek azért mindig egy-egy nagyon erős bekerül egy ilyen csoportba, akit a történelmi tradíciók alapján nem számíthatunk, vagy nem sorolhatunk a legyőzendő vagy legyőzhető ellenfelek közé. Szerbia talán nem olyan csapat volt. Itt azért volt egy kis szerencse, de az előző években megdolgozott ezért a válogatott. Én úgy gondoltam, hogy a szerbek meg fogják nyerni ezt a csoportot. Néztem a keret összértékét, akkor Milinkovic, Savic több mint 100 millió eurós játékos volt, amikor nekünk nem volt még 10 milliós játékosunk sem. Tehát én úgy éreztem, hogy ők meg fogják nyerni ezt a csoportot, egyébként az első kalapból jöttünk, és én úgy gondoltam, hogy a Montenegróba leszünk harcba, de leszakítjuk majd őket. És a meccsen pont arra gondoltam, hogy isteni szerencse, hogy tényleg a bolgárok ellen azt a döngolt találtuk, mert ez nehéz meccs lett volna. És aztán jött Szoboszlai, de a meccs, az első félidő, az alig volt nézhető magyar szempontból, hasonló volt, mint a bulgáriai meccs, és aztán úgy éreztem, hogy nagyon jó vége van a csoport küzdelmeknek, mert így az utolsó meccsen, az első 45 percben nem nagyon történt momentum, de ez az, hogy van világklasszisunk, mert tényleg lehet beszélni, hogy Európa klasszis, nem ez a fiú, ez egész biztosan világklasszis, hát mert aki így a semmiből másfél perc alatt eldönt egy meccset, az csak ez a kategória lehet. Hát ha már az értékeket mondtad, nem mindig mérvadó felek, hogy amikor egy klubcsapatok meccseinek a közvetítésére készülök, és így nézegetem ezt az állandóan hivatkozott oldalt, hogy mekkora keret összértéke, mert egyszerűen összeadják, hogy éppen a pillanatilag mindenféle, hát nem tudom, olyan adatok alapján becsült értéke mennyi a játékosoknak, akkor persze ezt így fenntartásra kell kezelni, de pont arra gondoltam, hogy Szoboszlai személyében nekünk van egy 70 milliós játékosunk, aki lehet, hogy már többet is ér, ugye 70 millióért vették. Szerintem Montenegrónak, Bulgáriának, Litvániának az egész kerete összesen nem ér 70 millió eurót. Nekünk van egy ilyen játékosunk, és hogy ez valójában számít-e? Tehát, hogy mondhatod-e azt, hogy a 70 milliós játékos az már garancia? Nyilván nem, hiszen Haaland nem lesz ott az Európa-bajnokságon, pedig a norvég válogatottban még egy Ødegaard is van mellette, a kettejük értéke pedig dupla Szoboszlai minimum. Tehát önmagában az, hogy van egy 70 milliós játékosod, még nem jelenti azt, hogy egy Montenegrót félváról vehetsz. Csak éppen jön az a 70 milliós játékos, és másfél perc alatt két olyan villanással, amelyben egyformán benne van a világklasszis, jobban ballal, cselből, indulásból, ütempaszból megfordítja a meccset. Tehát, hogy azért néha mégiscsak az számít, hogy kinek van ilyen ász a pakliában. Hát vannak ugye a reális értékű játékosok, akinek mondjuk a Szoboszlai bebizonyosodott, hogy ér 70 milliót, most már, ahogy mondod, többet is, szerintem is most már többet ér, és az okosok is, az okos nálunk okosabbak, tapasztaltabbak is biztos, hogy ezt gondolják, hiszen ő tényleg annyit tesz hozzá, amit az értéke is mutat a pénzben kifejezett értéke, hogy van olyan jó játékos, hogy tényleg megéri azt a pénzt. Az, hogy megérte ezt a pénzt a Liverpoolnak, az most már egyáltalán nem kérdés, és az, hogy tudja ezt a teljesítményt hozni, amit a klubcsapatba hoz a válogatottban is, azt pedig láthattuk az előző mérkőzéseken. Kicsit visszakanyarodva érdekes, hogy éppen Bulgária ellen kellett a szerencsés gól, ugye, hiszen a bolgár csapat az egyik volt a csoportban, akit én úgy gondoltam, hogy az első mérkőzés fényében is simán fogunk venni, de hát szerencse is kell a csoport elsőséghez, illetve a mérkőzésekhez, ez most bejött nálunk. Nagyon sok összetételű ez is mutatja, mert valóban a bolgárok annyira gyengék voltak a selejtező sorozat nagy részében, hogy őket oda visszaverni, ezt szinte már természetesnek vettük, de hát ott történtek azért dolgok azelőtt a mérkőzés előtt, ugye a bolgár szövetségházatáján a szurkolói fenyegetettség, a pálya mizéria, a szövetségkapitány váltásuk, tehát azért lehetett tudni, hogy ez nem ugyanaz a bolgár válogatott lesz, nem ugyanolyan körülmények között találkozunk. Végtelenül szenvedős volt valóban, és óriási mázli a végén ez a már-már Mojlanen, hogy hívták azt a finn kapust, aki hátba rúgta a saját játékosát, mielőtt visszapattant volna rá a labda. Utolsó három labdaérintés az finné volt, igen. De kicsit ilyen jellegű volt ez, csak itt most ugye nem pótselejtezőt ért, ahol aztán kipofoztak minket a jugoszlávok, hanem kiutást az EB-re. Ezzel együtt, amire Zsombi utalt az elején, talán ez a mérkőzés is megmutatta, és sokan még a mai napig azt tartják, hogy Rossinak, illetve a csapatának az úgynevezett kötelező meccsekkel van több problémája. Itt a litvániaira is gondolhatunk, ahol
egy fél időt azért rendesen lelazsált a csapat, hogy aztán vértizzadjon a döntetlenért. De nem tudom, hogy megállja ez valójában a helyét már, mert összességében viszont azért a szerbeket oda-vissza verve, Montenegrótól, Litvániától 4 pontot szerezve nem mondhatjuk azt, hogy ne lett volna, tehát hogy ne hozta volna kötelezőt a válogatót. Meg hát azért azt is vegyük figyelembe, hogy itt az utolsó két meccs a pont két nehéz, bekelős ellenfél ellen azért 3-4 alapember hiányzott a Rossi csapatából, akár a Sallai, Schäfer, ugye már régebb óta, Fiola se volt ott, Willi Orbán se, tehát, és azért ott még nem tart talán a magyar válogatott, hogy 4-5 stabilan kezdő játékos, ha nincs, akkor a helyükre akár az NB1-ből, vagy akár a külföldi ligákban kispadozó válogatott játékosok fölépjenek és ugyanazt a szintet hozzák. Nyilván ez lesz a cél, de ott még azért talán nem tartunk tényleg, hogy legyen egy olyan, tehát a 20 fős keretben mondjuk tényleg bárkit be lehet rakni, úgyhogy ugyanazt tudja, mint a Sallai vagy a Schäfer. Igen, ez valóban így van is, hogyha még azt is mondjuk, mert mondjuk Gulácsi Pétert én már nem tartom valószínűleg, hogy vissza fog tudni kerülni Dibusz elé. Először ugye is neki is csapatban kellene védenie, bár, de hogyha az eredeti állapotot nézzük, szerintem ő jobb kapus, és ő volt a magyar válogatott első számú kapusa. Ugye Willi Orbán kiesett a védelem közepéről, Schäfer a csapat tengelyéből, és hát Varga Barnabásról se feledkezünk meg, aki pedig egyértelműen bebizonyította, hogy a Szalai utáni éra első számú magyar centere, nemzetközi szinten is számottevő gólterméssel, akkor még Fiolát valóban, mint aki mindig a válogatottban hozza a legjobbját, nyugodtan oda vehetjük. Tehát ez 4-5 olyan alapember, akivel ez a válogatott biztos, hogy jobban néz ki. De mégis talán az Rossi dicsérete, hogy akiket előránt, vagy ahogy ástruktúrálja a csapatot, mégis azt mondhatod, hogy hát nem kell ilyetten néznünk a meccseket, hogy most akkor mire lesz képes a válogatott. A bolgárok elleni meccs, illetőleg a Szerbia-Bulgária meccs, ahol a bolgárok nagyon sokáig domináltak, egyértelműsítette, hogy egy kapitányváltás rövid távon igenis sikeres lehet. Tehát két lehetőség van, azonnali változás, és akkor még az esélyt megteremtjük. A bolgárok itt a szép búcsú reményében váltottak, és Iliev szerintem jól összerakta azt a csapatot. És érdekesen alakult a két meccs, hogy tulajdonképpen ott mi a szerbeket elbúcsúztathattuk volna, hogyha mindegyik meccs így marad, de aztán végül is nem következett, de illetőleg a válogatott kapcsán, hogy én Gulácsán a jobb kapusnak tartottam Dibuszt mindig, pár évvel ezelőtt óta, tehát tulajdonképpen az izlandiak elleni selejtező, ahol végül is a Négolajos és a Kisszobi megmentett bennünket, de ott óriási hibát csinált Gula annál a szabadrugásnál ott a meccs elején, és ott úgy tűnt, hogy benn vagyunk a szakadékba, de aztán kijöttünk, én Dibuszt stabilabbnak gondolom, és aki nagyon hiányzik, az Willi Orbán, Schäfer is hiányzik, de úgy gondolom, hogy a középpályán pótolható, Varga Barnabás és Kissallai az, aki úgy gondolom, Sallai, hogy nincs a megfelelő helyettes, tehát Ádám Martin megoldja, de ő azért nem az a kategória, vannak óriási erényei a futballjának, a tankszerű, jól érkezik, belefejl a betonoszlopba is, tényleg nagyon komoly labdarúgó, de Varga Barnabás, ahogy érkezik, és a játék intelligencia más, tehát a középpályán egy játékban, egy támadás építésben Varga Barnabást már bele tudod vonni, és elképesztően jól érkezik. A Sallai meg nemzetközi szintű klasszú is állítom. Tehát egy Bundesliga most olyan középcsapat, délcsapatban volt meghatározó, ő neki biztos, hogy nem az a végállomás, az a Freiburgi Egyesület. Tehát mondom, és Willi Orbán nélkül ez a védelem nem elképzelhető. Az baj, mert azért mégiscsak egy ember, és majd egy Európa-bajnokságon nyilván kelleni fogadott esetben, hogy legyen mellette más. Nem fogjuk most itt eldönteni ezt a Gulácsi-Dibusz vitát. Én azt gondolom, hogy azért a Bundesliga legjobb kapusa nem véletlenül lesz valaki hosszabb távon nézve, nem egy-egy meccsre vetítve. Nyilván hibája mindenkinek van. Én Dibuszt egy fantasztikus reflex kapusnak tartom, akinek néha egyébként a hibáit kell ezzel kompenzálnia, hogy a reflexei viszont káprázatosak. De most már tényleg jó válogatott első számú kapusa, úgyhogy ezen kár rágódni. Viszont nem tudom, hogy egyáltalán jogos-e egyénekre lebontva megnézni, hogy ki miért mennyire fontos ebben a válogatottban, mert talán azzal ti is egyetértetek, hogy Marco Rossi igazi varázslata, hogy az ő csapataiban mindenki jobb, mint amilyen esetleg a klubjában, de amikor a honvéd edzője volt, az a honvéd is jobb volt annál, mint amilyenek a játékosok összességében voltak benne. Tehát az a honvéd most éppen már az NB2-ből is lassan kifelé esik, nyilván itt már azért azóta sok minden történt, de hogy Marco Rossi egy olyan edző, és valószínűleg ez az edzői szakma legnagyobb tudománya, aki adott esetben közepes, vagy a közepesnél valamennyivel jobb játékosokat még egy szintre följebb emel csapatként.
nagyon jó pszichológus lehet talán, bár sosem beszéltem se olyan játékossal, aki a keze alatt dolgozott, de hogy szerintem nagyon jó pszichológus lehet, és tényleg a csapatkohéziót kell kiemelni. Mindenki beáll a sorba, nincs az, hogy akkor odaadjuk a Szoboszlainak, azt majd csinál vele valamit, én csak ott vagyok a pálya szélén, és teszem ilyen az alapdolgokat. Jó, de a többsége nem ebbe a kategóriába sorodott, tehát szerintem a válogatott sikere tényleg ebben rejlik, hogy bárki odaáll, nem biztos, hogy hozza a Sallai szintet, de szívvel, lélekkel, küzdéssel, amit megtesz, görcsölésig hajt. És ez hiányzott nagyon régen. Tehát 10 évvel ezelőtt ez hiányzott a válogatottból. Hát nem csak pszichológusként egyébként, de valóban ez a mentalitás, ez összesen hasonlítható azzal, amikhez mi itt hozzászokhattunk az elmúlt 10-20-30 évben. Szóval nem csak pszichológusként éri ezt el szerintem, hanem valószínűleg rendszerben és karakterekben gondolkozó edzőként, tehát ő pontosan tudja, hogy neki milyen karakterű játékos kell egy adott helyre, pozícióba, és ennek köszönhető, hogy ott valaki jobb teljesítményt nyújt, mint adott esetben a klubjában. Most is cserélt be olyan játékost, akinek bevallom, én azt sem tudom, hogy melyik csapatban focizik, de hogyha Balogh Botondot nézzük, akit vetett kezdőnek, ő sem biztos, hogy ismerősként köszön vissza, akár még a magyar futballszurkolók nagy részének is, és nagyon szépen megállta a helyét ezen az EB-selejtezőn. Tehát azt mondom, hogy Rossi valahogy úgy tud rendszerben gondolkodni, és az egyéneket a nagy puzzle-be beleilleszteni, ahogy kevesen szövetségi kapitányként nem tudom, ki volt utoljára ennyire markáns és meghatározó. Roppant karakán, tehát nem hallgat a szirén hangokra, hogy bedobáljanak játékosokat. Korábban a magyar futballnak évtizedekig volt az a nagy hátulütő, hogy a menedzserek keresték a szövetségi kapitányokkal a kapcsolatot, és játszania kéne, mert most itt van a Galatasaray, néznék, egy pár percet hadd játszan, és ilyenkor ilyen a kapitány, hogy béke legyen, nyugalom, magunk is magunk. Főleg a kapitányok is a magyar futballközegből érkeztek, igen, általában. Igen, de ő nem hallgatott arra sem, hogy bravo barátom, 106, 107, 108, 109, és azt mondta, hogy nem, ez a sztori véget ért. Tehát, és nagyon jó válogat. Nyilván Balogh Botond, aki szinte gyerekfeje lekerült a Pármába, a kieső csapatban kezdett játszogatni, amikor éppen egy albán ték volt a tulajdonos, és hónapok óta nem volt akkor már ott fizetés. Tehát az olasz futballban is vannak olyan dolgok, amik alig hihetőek, hogy egy klubnál 53 játékost alkalmaznak, és nem tudni, hogy ki a tulajdonos, mert ilyen tulajdon részeket birtokolnak, tékek. Ha már nem tud fizetni, akkor inkább legyen egy albán ték, mint egy Szeges gyáros, mert legalább ennyi lesz mit. És a Serie B-ben meghatározó szerepet tölt, de viszont ez a furcsa, hogy Nagy Ádám, aki most már 77-szeres válogatott, ő peremember, és nagyon jól megfogalmazta a meccs után, hogy őnek váltania kell, mert nyilván, ha nem játszom az olasz másodosztályban, akkor nagyon nehezen fogok tudni futballozni az EB-n. Valószínű fog, mert vannak reppant erényei a futballjának, hogy most már gólt is lő, ami azért ritkaság, minden labdára odaér, és tudja folytatni is a játékot. Korábban mindig azt mondtam, keresztbe futballozik, nem előre, de most már előre is játszik. Tehát Rossiban alatt nagyszerű, hogy egyrészt ezzel a szervezettséggel nálunk jobb csapatokat is, ha nem is üzembiztosan, de megverünk. A kicsik ellen, ahol tényleg nekünk kéne menni előre, ott dadog a gépezet, de itt jön az, hogy olyan szintű futballistáink vannak néhányan, akik egy ilyen élethelyzetben azonnali döntéssel megfordítanak mindent. Nagyon nehéz szerintem, erős, hát nem is átrendeződés, de az egész válogatott futball megítélése más ma már a nemzetközi futballban. Éppen ezért szerintem, de beszélünk is majd erről, olyan válogatottak, amelyeknek a tagjai valóban még nagyon nagy ügynek tekintik, és itt van a kiugrási lehetőség egy nemzetközi válogatott tornán. Szerintem ezek a válogatottak előre fognak jönni, és a magyarban is bízhatunk. Azokkal szemben, amelyeknek a tagjai tényleg 50-60-80 nemzetközi meccset játszva hullafáradtan és esetleg nem olyan motiváltan lépnek pályára a válogatottban. Viszont azért ezzel együtt az, hogy nekünk van az olasz B-ből két játékosunk a kezdőben, az angol harmadosztályból, ugye Callum Stiles személyében játékos, hát ilyen anyagból válogatottat gyúrni, ez valóban az a szint, amire azt mondanád, hogy hát tényleg abból a bizonyosból épít várat, miközben valójában nem ezek jó játékosok, csak azt mondom, hogy a nemzetközi mezőnyhöz viszonyítva nem ilyen anyagokból válogatnak azok a kapitányok, akik csoport első válogatottat vezetnek. És még egy nagyon fontos, hogy van még egy játékos, ugye mondják, hogy a
12. játékos, ugye a szurkolók, és kicsit még visszakanyarodva, én azt vettem észre itt a selejtezőkben is, és akkor aggódtam egy kicsit a csapatért, amikor elmentünk olyan stadionokba, ahol körülbelül félház volt, de legalábbis nagyon nagy üres helyek is tártunk a stadionba, mert az a hangulat, amit ugye nyilván hazai pályán a közönség megteremt, és hogy tudják hajtani ugye a mieinket, az nincs meg sajnos mindenhol, nem is lehet meg, de ez más válogatottaknál is így van. Viszont a szurkolók szerepét biztos, hogy nem lehet elvitatni, mert tényleg látszott ugye a bolgárok ellen is például, hogy idegenben azért egy kicsit döcögősebb volt a dolog, úgyhogy ez mindenképpen még plusz rátesz egy lapáttal a teljesítményre. 13 ember, aki bejutott valahogy az A stadionban, végig ordibálta a mérkőzést. Valóban, és akkor kicsit rátérhetnénk erre a Montenegro elleni mérkőzésre, óriási élmény manapság a magyar válogatott meccsén itthon kimenni, mert tényleg szerintem Európában kevés ilyen hangulatú stadion van, és lehet, hogy most ezért az ultrák, vagy ha Juhász Laci itt ülne, megrónálnak, nem is feltétlenül csak azt a fekete sereget emelném ki, akik egyébként tényleg ilyen félelmetes háttérzajt adnak, meg a vonulásuk, meg a pálinkázásuk, és a többi, tudjuk, hogy ezek kerülnek be a hírekbe. De hogy nagyon jó nézni egy olyan 65 ezres, 70 ezres stadiont, ahol 60 ezre minimum valóban az annyiszor emlegetett családok, a civilek, a baráti társaságok, egy óra alatt elfogy a jegy gyakorlatilag, amikor ugye megnyitják a vásárlást, ez a 60 ezer, 65 ezer jegy, és mindenkin vagy egy sapka, vagy egy sál, még a Jackie-re is fölhúzzák a válogatott, mert ez gyerekek vannak kint, és ezzel együtt egészen parádés atmoszféra uralkodik. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy tényleg ilyen nagyon erős közügy lett most megint a magyar válogatott. Igen, és ezt amúgy nagyon jól nézni, mert tényleg én pont abban időszakban nőttem föl, amikor remektünk egy Andorra elleni mérkőzést, hogy hú, akkor jön az újabb égés. Hát vagy amikor 170-en voltak egy válogatott meccsen, vagy mondjuk igen, az Üllői úton. És ezt meg annyira jó megélni, és jó helyszínen megélni, hogy tényleg jó óra alatt elmennek a jegyek, ott vagy 65 ezer ember, libabőrös leszel, ahogy megszólal a nélküled, ahogy megszólal a himnusz, vagy ahogy elkezd már, hogy kijönnek a játékosok még a félházas stadionban melegíteni, és már ott fölrobban az aréna, és ez annyira jó megélni ezt az én korosztályomnak szerintem, akik tényleg azon nőttek föl, hogy úristen, akkor milyen rossz a válogatott, meg akkor ezek túlfizetett focisták, meg nem tudom micsoda, úgyse jutunk ki, úgyis kiesünk, stb. És most tényleg itt van egy csapat, amely meg az egész ország talán beáll, és úgy várhatjuk az Európa-bajnokságot, hogy reménykedünk abban, hogy akár egy jó sorsolással a csoportból tovább lehet jutni. Hát egyszerű játék a futball, ugye, mert gyakorlatilag az eredmények hozták vissza a közönséget, tehát lehet, hogy még mindig csak 170-en üldögélnénk, hogyha nem lennének azok az eredmények, amik ugye vannak. Tehát az, hogyha egy idénye, illetve egy éven belül veretlen tud maradni a csapat, arra mindenki kíváncsi. Tehát olyan nincs, hogy én csak a tévé előtt nézem meg. Ezt a veretlenséget még ugye megelőzte a Nemzetek Ligájában valóban az, azért, hogy angolokat oda visszaverni, németeket verni, nyilván mindez megalapozta ezt a bizalmat a szurkolók részéről, hogy mennyire az ország válogatottja, arról persze lehetne beszélgetni, mert ez az adásnak se fog beférni a keretében, minden vonatkozását meg akarjuk beszélni. Itt azért volt ugye Rosszinak olyan kiszólása, amely kicsit kiverte a biztosítékot azoknál, akik hát mégsem életük legfontosabb dolgának tartják, hogy a magyar válogatottak szurkoljanak. De visszatérve még a meccsre, ott a stadionban ott voltál ugye Zsombi, te is, Laci, én is. Az a momentum érdekel igazából, amikor tényleg Szoboszlai ott megindult. Nem emlékszem, most az értékét hagyjuk is, azt már kitárgyaltuk, hogy mennyibe kerül, de hogy olyan játékos, aki egymagában a különbséget tudja jelenteni a bármelyik mérkőzésen az ellenfélhez képest, ilyen szerintem a magyar válogatott történetében nagyon-nagyon régen volt. És akkor most lehet, nem érdemes összehasonlítani régi korok, meg régi focik jellemzőit a maival. Én azt gondolom, hogy még a mezei féle csapatban sem, ahol sok jó játékos volt, és szintén csapatként és egységként volt erős. Olyan klasszis, aki adott esetben azt mondta, hogy na majd legfeljebb ő eldönti, hát nem nagyon volt. Szoboszlai belépett a világklasszis szintre e tekintetben. Beszéltem tegnap az édesapjával, hogy gratuláljak neki, és szerettem volna az apajával beszélni egy kicsit, nem is a gyerekkel, hanem az apjával, hogy jutottak el ideig, és mondta, hogy nyilatkozni nem akar, beszélgethetünk, ha akarok. És mondtam, hogy a fiad a világ 10 legjobb futballistája között van. És azt mondta, hogy szerintem ott még nincs, de közel. És akkor mondtam, hogy beszéljünk a posztján játékosokról, hogy
volt egy felsorolás, hogy Messi, Ronaldo, de nem vagyok biztos abban, hogy ez a fentebb említett két úriember nagyobb hatást gyakorol a csapatára, mint a kis szoboszlai, és aki a Liverpool talán most már legértékesebb játékosa, az igazi, igenis kezelhető világklasszisként, mondtam a Jude Bellinghamet, aki tényleg egy zseniális futbolista, két évvel fiatalabb, de amilyen plusz tud adni a kis szoboszlai, most már bármelyik csapatának, az egészen elképesztő egyébként. Tehát én úgy gondolom, és ez különösen feltűnő ott, ahol nem liverpooli szintű klasszisok vannak körülötte, mert az kétségtelen, hogy a Liverpoolban is, aki szakmai szemmel nézi a futball, nyilván látja, hogy nem véletlenül került az első másodpercbe be ebbe a Liverpoolba, és azóta is gyakorlatilag lecserélhetetlen. Klopp maga büszkékedik vele, hogy milyen momentumai vannak Szoboszlainak, akár a válogatottban. Tehát, hogy ott is nyilván nagyon meghatározó a szerepe. Legfeljebb ez nem annyira feltűnő, mint a válogatottban, ahol ha nem is az van, hogy feltétlenül neki kell odaadni a labdát, de annyira érződik, hogy minden rajta áll vagy bukik. Például a legutóbbi, tehát nem az itthoni, hanem a bulgáriai meccsen is, ahol ugyanazt a cselt megcsinálta kicsit közelebb a kapuhoz, mint amivel az izlandiakat végül is kiütöttük, ott is megvolt a momentum, és egy picivel jobb döntést hoz, előtte vége van már a meccsnek. Tehát ott is, és minden mérkőzésen azt érzem, hogy majd ő megoldja, és azt már gyakorta, meg is oldja. És hát van egy olyan része is, ami nem, hogy mondjam, manapság minden adattal, meg szakmai érvekkel alátámasztható, de ez az emocionális. Én azért most már nyilván nem ugyanazzal a gyermeki lelkesedéssel, mint amikor régen jártam meccsekre, meg újságíróként, meg a sajtóhelyen, az emberek nem illik, de hogy van az a pillanat, amikor az emberből annyira előjön, hogy mennyire gyönyörű dolog a foci, és azért Szoboszlai első góljánál, akkor tényleg szerintem mindenkiből kijött ez a eufória. Mert ez valóban tényleg csak a legnagyobb. Tehát itt nem véletlenül hozták elő Messit, tőle azért sokszor láttunk ilyet. Adod a neki a labdát, elindul befelé, ott már nincs, aki megállítsa. És most tök mindegy, hogy itt Montenegro az ellenfél. Szóval, hogy volt olyan momentum, aminél az emberből kiszakadt a gyerek, hogy hát ezt látni, ezt életed végéig emlegetni fogod, hogy ott voltál. Igen, és amúgy azt se felejtsük el, hogy olyan világklasszisunk van, akinek nagyon nagy szívügye a válogatott. Tehát így említettétek, hogy aki 70-80 meccset ledarálnak egy idén, és utána jön az Európa-bajnokság a sztároknak, nem biztos, hogy jaj, akkor van 12 meccsem az EB-n, hogy akkor a lelkesedése van. És a Szoboszlainál pedig pont ez látszódik, hogy igenis neki nagyon nagy szívügye a válogatott. Az, hogy pont a sajtótájékoztatón szólt már rá valamelyik újságíró, hogy ne emeljék ki ennyire, hogy ő világklasszis, mert hogy ő is csak egy a sok közül a csapatból. Nyilván ezt mindenki tudja, hogy nem így van, de hogy tényleg ez a hozzáállása is szerintem nagyon kulcs, hogy ő ekkora vezér tud lenni a válogatottban, mint a szurkolók előtt, mint a keret előtt is. Hát nagy kérdés, hogy fogja ezt bírni, mert azért ugye most is mondta, hogy tényleg nem könnyű, tehát a válogatott szünetben vannak még a Liverpoolban is olyan csapattársak, akik akkor pihenhetnek, kevesebb esetleg az edzés, van regeneráció, neki pedig menni kell azonnal utazni, edzőtábor, nyilvánosság, szereplés, meccs, utazás, megint meccs, vissza Liverpoolba, folytatódik minden, tehát neki gyakorlatilag a szezon végéig nem lesz pihenője, és hát ahogy látjuk, végigjátsza a meccseket, még azt sem lehet mondani, hogy ott adnának neki egy kis levegőt, és aztán jön majd az Európa-bajnokság, ahol nyilván mindenki megint azt fogja várni, hogy akkor ő legyen a magyar válogatott egyszemélyes vezetője. Hát én imádkozom, hogy ez bírja, éppen ugye a hétvégén Gavi esett össze 19 éves játékos keresztszalag szakadással a spanyol válogatott mérkőzésén, és rögtön jöttek is a kritikák, hogy a kapitány miért játszotta őt egy alapvetően számukra már tét nélküli meccsen, mert hogy ez az embertelen terhelés még egy ilyen fiatal szervezet esetében is visszaüthet, amire persze ő meg azt mondta, hogy Gavi mindig játszani akar, tehát nincs olyan, hogy őt kihagyni, mert ez az élete a futball, és ez a tragédia, hogy ott elszakad egy keresztszalag, ez benne van, de megtörténhetett volna mással is. Ezzel együtt nyilván ez az embertelen fizikai terhelés, egy angol bajnokságban pláne, azért nagyon kell szólítanunk, hogy Szoboszlai jövőre top formában legyen egy Európa-bajnokságon. Hasonló történt Pedrivel is egy évvel ezelőtt, aki szintén üstökösként berobbant Las Palmas, Barcelona, és ő is túledzették, de olimpián játszik, itt játszik, és ezek a 18-19-20 éves gyerekek valóban focizni akarnak. Tehát Séfer András is megörül attól, hogy nem játszhat, ez a fáradásos törés, de ő is szeretne futballozni. Tehát nagyon fiatalon megérzed a sikert, az egzisztenciális biztonságot, meg akkor úgy gondolod, hogy tényleg a tiéd a világ is. Picit még visszakanyarodva a futball hatalmára,
hogy mennyire más, mint az összes többi sporták, pont ezen gondolkodtam idefele jövet, hogy Janis Natasa nyer egy olimpiát, aznap este beszélünk róla, másnap már nem téma. A vízilabdázók világbajnoki aranyat nyernek, aznap oké, másnap délután esetleg szóba kerül, de nem szempont. Meg én a szavazásnál. A győri női kézilabdázók Oftedal és a többi norvég és skandináv vezetésével BL-t nyernek, és másnap ezt túl vagyunk rajta. A futball kapcsán tegnap előtt győztünk, tegnap mindenki Szoboszlai, meg a többiek, ma pedig bejelentjük, hogy 26-os vagy 27-es BL döntőt rendezünk. Tehát a futball annyi mérhetetlen információt ad, és mindig van egy következő meccs, amit várni lehet, hogy ezért különbözik az összes többi sportáktól. Igen, és beszélünk ugye a meccsnapján a meccsről, másnap is még harmadnapára a következőről, most pedig arról, hogy jövőre az Európa bajnokságon. December 2-án, amikor kisorsolják a csoportokat, és nyilvánosságra kerül, hogy a magyar válogatott hol játssza a meccseit, vélhetően brutális roham fog indulni az interneten a németországi jegyekért, ugye ott kezdődik majd a második szakasza az értékesítésnek a résztvevő országoknak. Tehát valószínűleg sok jegy lesz, de annyi nem, amennyit majd magyar szurkolók szeretnének vásárolni. Szóval nem tudom, ti hol látjátok a felső plafonját. Most mindezt, amiről részben beszéltünk is, figyelembe véve a csapatnak, tehát egyrészt Szoboszlait, Rossi mágiáját, az egységet, a veretlenséget, az ellenfelek esetleges kevésbé motiváltságát, vagy nagyobb fáradtságát, vagy jobb keretét, vagy gyengébb keretét, mert most már azért elkezdenek azok a hangok is hallatszani, hogy hát jó, hogy kijutottunk, na de hát innentől kezdve azért nem a csoportkör a végállomás, és hát ezt azért most nagyon nehéz reálisan látni, hogy valójában mire lehet képes ez a magyar válogatott. Nagyon, nagyon sok függ attól, hogy tényleg kimarad egészséges, még ezen a tavasszal, télen áthúzódó rengeteg meccsen, akár a Szoboszlai kapcsán. Tehát ha tényleg mindenki ott tud lenni, a Sallai, Szoboszlai, Séfer, Vili Orbán, Fityó, Kalmár, Varga mindenki, Barna, Varga Barnabás, Dibusz Gulácsi párossal, mondjuk egy olyan Gulácsival, mondjuk, aki tavasszal már véd valahol, valami jobb ligába, neki tudunk indulni az EB-nek, akkor azt mondom, a csoportkörből való továbbjutás, egy jó sorsolással, az még simán meg lehet. És utána meg, amit a Szoboszlai is mondott, utána kiki meccs mindegyik, ott bármi előfordulhat, de nagyon fontos. Tehát a magyar válogatott akkor tud nagyon sikeres lenni, mert nyilván ez ilyen nagyon alapvető dolog, de hogy ha minden kulcsjátékos egészséges, mert itt egy Szoboszlai mondjuk nehogy kidőljön, de kidőlne, ott azért ott már kezdődnek a problémák. Fiumának én akkor gót rúgok. Igen, láttuk ezt már. Tulajdonképpen ugye már láttunk minden esetőséget abból a szempontból, hogy és akkor ott kezdeném, hogy lehet, hogy nem csak én vagyok így vele, de én úgy vagyok vele, hogy nyugodt, teljesen nyugodtság van rajtam szurkolóként, és szerintem másokon is, és várjuk nagyon az EB-t, de nem úgy, hogy úristen, mi lesz majd megint a németek, majd megint az angolok, mert már volt hasonló, ugye, franciákról nem is beszélve, és abban a tekintetben is volt hasonló, sajnos ugye az előző Európa-bajnokságon, hogy Szoboszlai nem volt ott sérülés miatt. És akkor se kellett annyira berezelni szerintem. A pótlását nem lehet megoldani, de nem egy játékosból áll a válogatott, mint ahogy azt ugye most a példák ugye mégiscsak mutatják, hogy Szoboszlai azért nagyon nagy jokere a válogatottnak, nagyon nagy ásza, de megoldották azért a tisztes helytállást, sőt a nagyon tisztes helytállást ugye 3 évvel ezelőtt a srácok nélküle is, úgyhogy mindenkit tud helyettesíteni, mindenkit. Hogyha kell, nyilván azért egy sérülés hullám nem fog hiányozni. Azért ennek a válogatottak a legfontosabb embere nem fog megsérülni, és az Marco Rossi, úgyhogy ebben még mindig bízhatunk, hogy ő akkor majd úgy keveri a kártyákat. De hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, és szerintem elképesztő felfokozott várakozás lesz a jövő évi EB kapcsán, ami után pedig majd az lesz a kérdés, hogy én már nem is tudom, hogy 40 évet követően kijut a világbajnokságra a magyar válogatott, mert most még ez sem tűnik egyébként így elérhetetlennek azzal együtt, hogy a kibővített mezőnyben Európának nem jut dominánsan sokkal több hely, mint eddig, de hát a magyar válogatott a 13 európai közé azért odaérhet a jelenlegi reményeink szerint. Mert azért az, tehát nem tudom, Lacival már éltünk, amikor utoljára a világbajnokságon járt a válogatott. Szerintem lényegesen több, hiszen 13 európai mehetett a VB-re, most a 48-nál lényegesen több, legalább 18, az a plusz 5 sokat jelent, mint hogy a két legutóbbi EB-nken, a 16 és a 24 közötti plusz 8-ba mindig odafértünk kvalifikációval. De biztos, hogy több, legalább, tehát eddig 13 európai, és az valóban kevés.
18 biztos, hogy lesz, és úgy gondolom, hogy oda ki tudunk jutni. Lebecsülöd az arab lobby hatását a FIFA hűzlet politikájára. Merőben futball szempontok alapján természetesen, tehát előbb lesz szerintem Katar külsőnek több lehetősége világbajnokságra jutni, mint Európa válogatottjainak, de hát nyilván bővülni fognak a lehetőségek. Minden esetre ez is mutatja, hogy nem hogy tegnapról, meg holnapról, hanem még egy év múlva is lesz miről beszélni a magyar válogatott kapcsán. De akkor most térjünk át másik témánkra, itt az utolsó 10 percében az adásnak, vagy hát lehet, hogy még többre is jut idő. Mert hogy van azért olyan csapat itt a fehérvári sportban is, amely nagyon szép eredményekkel kápráztatja el a szurkolókat, legalábbis a bajnoki szereplését tekintve. A kosarasok 8-0-nál járnak a bajnokságban, tehát 8 győzelem és 0 vereség, ami azt gondolom, hogy minden várakozást felülmúló szezon rajt. Utána néztem, hogy mikor volt ilyen veretlenségi sorozata az Albának. Szezon elején még nem. Tehát itt a bajnoki címek a hőskorban azok ugye jártak néha egész komoly. Tehát a legelső bajnokcsapat a 97-98-as szezonban, ott neki volt 12 meccses veretlen sorozata, de nem rögtön a szezon elején, ott az 5.-6. fordulóban kikaptunk, és utána folytatódott így a széria. És aztán az a csapat, ami érdekes módon nem nyert bajnokságot, 2004-ben 24-2-es alapszakaszt csinált, tehát egészen brutális dominált, két veresége volt 24 győzelem mellett. És annak a csapatnak, szintén Farkas Sándor volt az edzője, mint a bajnokcsapatoknak, volt 12 és 13 meccses veretlen sorozata is, az utóbbiban már a rájátszás első köre is beleszámított. Tehát van ennek hagyománya, de azt gondolom, hogy azért ez a mostani sorozat, ez mindenképpen váratlanul szépnek mondható. Valóban nagyon jó sikerült a legutóbbi játékos csere, Chris Martin helyett a Anthony Roberts úgy tűnik, hogy teli találat, és ezért volt furcsa nekem a nemzetközi porondom, mert én úgy gondoltam, hogy a bolgár és a portugál kosarlabdánál előrébb tartunk, ráadásul az izraeliek ki is szálltak, az egyik biztos tovább jutó ők lettek volna, és én úgy gondoltam, hogy tovább tudunk jutni, sőt még az utolsó múlt heti Botevgrádi meccsen is úgy gondoltam, hogy 11 ponttal tudunk nyerni, az nekem furcsa volt, tehát én úgy gondoltam, hogy onnan is tovább megy ez a csapat, de aztán ezt elengedtük, de a bajnokságban kétségkívül dominálnak. És hát a Falco így, hogy azért Le Mans-ba tudott nyerni, most sok mindenre választad a visszavágó, ahol Pongo elképesztő játéka jelentkezett. Tehát én úgy gondolom, hogy ez kétszereplős lesz idén ez a magyar bajnokság, mi és a Falco. Ez nagyon optimista. Én még mindig egy kicsit úgy vagyok, hogy valóban várakozáson felül ez a 8 meccses veretlenségi sorozat, de a keret üvegplafonja azért nincs annyira magasan, tehát itt azért 6 játékos. Most a Kaposvárt úgy verte ugye egészen biztosan az Alba, hogy gyakorlatilag az utolsó percig, amikor már a fiatalok játszottak, 6 ember dobott kosarat, az a 6, akit a pályára tud küldeni igazából nyerő emberként Zubiaga. Tehát az 5 légiós és Vojvoda, és nincs plusz, nincs váratlanul a cilinderből előkerülő nyuszi, úgyhogy a Falcóhoz viszonyítva szerintem azért ez lényegesen szűkösebb rotáció, de akik vannak, és itt megint jöhetünk, mint Szoboszlainál, hogy amíg egészségesek, és amíg nincs sérülés, addig ez a keret valóban ott van az első háromban minimum szerintem. Én amúgy pont ez miatt azt akartam megemlíteni, hogy ez miatt aggódom a kosarasok kapcsán, hogy tényleg annyira szűk a keret, a magyar magnétek Vojvodán, és oké, hogy ott vannak a fiatalok, akik egy-két triplára, vagy egy kiugró meccsük van, amikor dobnak ilyen 8-10 pontot akár, de hogy hosszabb távon a magyar magból egyedül a Vojvoda, akire lehet számítani, és így tényleg a rotáció nagyon beszűkül. Tehát egy Falcóhoz képest nagyon, nagyon szűk, de én azt mondom, én félek attól is, hogy azért ez a lendület egy picit, mint egy-két sérülés, akár csak egy-egy meccs kimaradás, és okozhat egy törést, ahol egy kicsit elvesztik a fonalat. Ugye azért szezon elején is nagyon sok volt az olyan győzelem, ami ilyen pár pontos, tehát ilyen 97-94, vagy tehát nagyon sok pontos mérkőzés, tehát itt nagyon kulcs lesz, hogy az egészségi állapot abban 6-7 embernél teljesen 100%-os legyen végig. Nekem az jutott az eszembe, hogy ugye a bajnokság szempontjából nem gond, hogy kiesett a csapat az európai kupa sorozatból, de abból a szempontból sem gond, hogy ugye így kevesebb meccset játszanak, így kevesebb esély lesz arra, hogy akár valaki megsérüljön, többet lehet pihenni, de hogy ott vereségeket szenvedett a csapat, az talán arra volt jó, a
győzelmi széria szempontjából, hogy feltartsa a figyelmet, hogy azért ki is lehet kapni, nyilván szerencsére nem a bajnokságba, de nemzetközi mezőnybe igen. Tehát, hogy mi lesz ezután, az egy érdekes kérdés, hogy hogy lehet fenntartani azt a figyelmet, ami ahhoz kell, hogy, hogy folyamatosan maximális teljesítményt tudjon nyújtani a csapat. Igen, Laci használt ezt a kifejezést, hogy elengedtük. Én azt gondolom, hogy bizonyos pontján a meccsnek ott Bulgáriában valószínűleg felmérték a fiúk, hogy jó, akkor nem lesz meg a 11 pontos győzelem, akkor viszont nem olyan nagy baj, hogyha ha marad az utazások, meg dupla terhelés nélküli bajnoki szereplés. Viszont nyilván ez sem garancia arra, hogy, hogy itt végtelenségig lehet húzni ezt a sorozatot. Egy nagyon érdekes meccs lesz jövő szerdán, ugye a Szombathely otthonában ez a bajnoki döntő visszavágó, ha úgy tetszik. Én nem tudom, Laci, te hogy vagy vele, én attól tartok igazából, hogy nagyon erős különbség van azért az első és a második fél ideje között az Alba meccseinek. Most a Kaposvár ellen ugye 3 pont volt szünetben, a negyedik negyedre már majdnem 30. Ami nem, nyilván összefügg azzal, hogy az első fél évben ott kell lennie a pályán valamelyik fiatal játékosnak. Na most a Falco, hogyha már pedig azért kellően dörzsölt, rutinos szakember irányítja, én azt gondolom, hogy ott az első fél időben megpróbálja eldönteni ezt a meccset, mert ők viszont rá tudnak küldeni egy olyan ötöst az Albára, aminek nincs feltétlenül gyenge pontja. És hiába, hogy a második fél időben jó, hogyha egy komoly hátrányból kell főleg idegenben visszajönni, az már azért nehéz. Egyik oldalon, hogy itt talán kisebb a keresztmetszet, hosszú távon ez jó is lehet, ugyanis a Falconnál miután tényleg egy pokoli erős keret, komoly légiósok, nagyon erős magyar mag, így hogy ráadásul visszajött még Benke Szilárd, és elvitték Pongót, meg még ott maradtak a korábbi értékek, hogy mennyire okoz feszültséget majd a play-offban nekik, hogy mindenki játszani akar. Mert most még így, hogy van a fiatal szabály is, tehát most még mindenki elfogadja, hogy nem 20 percet játszanak, hanem 15-öt, de lehet, hogy ez majd feszültségeket generál, bár ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy az a keret erősebb, és a bajnoki döntő utolsó meccse bizonyította, hogy itt azért ott kikaptunk, itthon nyertünk, nagyon szoros meccseken, és én úgy gondoltam, hogy az egy végtelen kiki meccs lesz, és végig 20 volt a különbség. Tehát ott egyértelműsítette, hogy az a bajnokok ligája 3 év, az felkészítette azt a Szombathelyt arra a döntőre, amire mi nem voltunk felkészültek. Most nem tudom, ez a nemzetközi sorozat mennyire készített fel, valószínűleg nem annyira, de az biztos, hogy, hogy mindenképpen hasznos volt azzal együtt is, hogy, hogy mondom, 1-3-mal nem lehet tovább jutni, és hogyha nyertünk volna Bulgáriában, nem 11 pontot, nyerjünk 11-el, az egy új helyzet, de ott is a legjobb csoport második között kellett volna a 6-ban lenni. Tehát a 10 csoport első tovább megy a FIBA Europe Cup-ba, és a 6 második. Tehát így eleve esélytelen 1-3-ról, úgyhogy még hónap után vannak az utolsó fordulók, ahol mi már nem vagyunk érintettek. De én nem gondolnám, hogy hosszú útunk lett volna a folytatásban is, mert a nemzetközi poronon valóban nem játszottunk elég jól. Hát mindesetre itthon sem lesz azért könnyű tartani a sorozatot. Most hétvégén rögtön egy érdekes meccs jön, hiszen Paksra utazik az Alba, még egy fordulóval ezelőtt ugye volt egy 7-0-ás, meg egy 0-7-es csapat, a Paks és az Alba. Alba és a Paks, ők ugye egyetlen meccset sem nyertek, de most hétvégén váratlanul Zalaegerszegen megtáltosodtak. Úgyhogy biztos, hogy ott is egy edzőváltás után, amiről beszéltünk, hogy rövid távon azért mindig van áldásos hatása. Szerintem ez sem lesz egyértelmű, hogy itt az Albának, mint ahogy általában sehol nincs könnyű dolog. Ebben a szezonban is feltűntek már azért meglepetés csapatok. Na jó, meglátjuk minden esetre. A jégkorongozók nyilván megérdemelnék, hogy beszéljünk még róluk, de mivel 2 perc van adásidőből, maximum annyit tudunk megtenni, hogy a csapat karaktere előtt megemeljük a kalapunkat, mert az az együttes, amelyik szombaton kap, vagy pénteken kap 7 gólt, vasárnap meg, vagy szombaton meg 10-et, tehát gyakorlatilag 24 óra alatt 17 gólos differenciát mutat fel a saját teljesítményében, az mindenképpen azt mutatja, hogy ezt a csapatot azért nehéz megrogyasztani. Igen, ez nagyon feltétlen, nagyon féltem a szombati találkozótól, hogy azért ez a csapat nem feltétlenül kapott ekkora pofonokat ebbe a szezonba, pont Klagenfurtban futottak vele 1-7-2-be talán. Ez a Klagenfurt, ez más osztályban játszik ebben a szezonban. Igen, meg most a pont a Salzburgot verték 8-1-re hazai pályán, de ugye ott nagyon nem ízlett a csapatnak ez a keménykedős játékstílus, ugye hiába álltunk bele a verekedésekbe, a bírók minket hoztak ki azért vesztesen belőle, és ugye embereket is veszítettünk, ugye Vértes Nátan eltiltást kapott, a kis Roland megsérült, ugye Atkinson is kapott büntetést. Szóval én nem féltem a szombati meccstől, hogy ebből a pofonból hogy lehet fölállni ilyen gyorsan, de szerencsére a csapat megmutatta a karakterét, hogy igenis
rövid memória, föl tudnak állni. És ez most nem először a szezonban, azért igen. Mondom, hogy itt korábban az volt a jellemző, hogy ha kikapunk egyszer, akkor inkább utána még kétszer, mint hogy azonnal mi verjük meg nagyon az ellenfelet. Playoff hockeyt játszottak, Klagenfurt meg akarta mutatni, mitől rekordbajnok, és tényleg túlkeménykedték azt a meccset, de engedték nekik, meg jól is sikerültek a verekedéseik. Egy nappal később az Asziában az volt a furcsa nekem, hogy ők viszont nem tették oda magukat, tehát nem, hogy nem keménykedtek, ütközésük sem nagyon volt, tehát erre szoktam, hogy jó kell választani ellenfele, illetőleg a klubvezetés nagyságát dicséri, hogy egy nap alatt rendbe tettek mindent. Így van, a liga is jól választott nekünk ellenfelet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb nyilván több szó esik majd, remélhetőleg hasonló sikerekről, a magyar válogatottnak most egy ideig nem lesz meccse, úgyhogy majd visszatérünk Fehérvárra. A kedves nézőknek is köszönöm a figyelmet, további szép estét, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.